Jó reggelt mindenki! Sikerült az időt tartanom egyébként, ez most egész meglepő a számomra. Az a helyzet, hogy Milánóban vagyunk Perlával, a Perla még alszik, úgyhogy lehet, hogy bele fog szuszogni itt a live-omba. Szóval hello mindenki! Megvárom, amíg az algoritmusok megtalálnak benneteket. A mai napon a naplózás lesz a témánk, ez lesz a harmadik része ennek a sorozatnak, és aztán majd meglátjuk, hogy mit csináljuk, majd együtt kitaláljuk, hogyha megérkeztetek, hogy menjünk-e tovább együtt ezzel a témával a következő hónapban is. Szerintem nagyon klassz lehetőség mindenkinek, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem új kihívás kitalálása helyett lehet, hogy inkább ezt kellene majd folytatnunk. Na, én egyébként nem látom, hogy bárki megtalált volna, de ha megtennétek, hogy írtok nekem egy kommentet, az nagyon nagy segítség lenne nekem, hogy ne nyomassam itt ezt a warm-up dumát, hanem akkor csapjunk bele a mai témákba. Meg hát annyi mindent akarok nektek mesélni, mert egy csomó minden történt mostanában a házunk táján. Egy csomó új hírünk van nektek, amit szerettem volna megosztani. Na jól van, a Judit írja egy öreget, akkor láttuk, az a lényeg, itt vagyunk. Oké, klassz. Jól van, mert valamiért nem írja ki nekem, hogy bárki nézni ezt a live-ot, úgyhogy olyan érzés volt egy picit, mintha csak így beszélnék magamban. Szóval a Perla ott alszik még mindig, mert nagyon fáradtak voltunk. Hát most már ez egy nagyon hosszú időszak olyan szempontból, hogy nagyon keveset aludtam. Az én testemnek legalább ilyen 7-8 óra alvásra lenne szüksége, legalább hetente 5-ször. És aztán ugye múlt héten voltunk Andrásékkal, Majáékkal Londonban, akkor is nagyon korán ment a gépünk, úgyhogy akkor is mindannyian szinte 2 órát aludtunk, és utána én végig dolgoztam az egész hétvégét Londonból, szóval viszonylag sokáig, ilyen hajnali 2-3-ig fenn voltam minden nap, úgyhogy most ez eléggé megsillette a kis testemet. Aztán Perlával most, hogy jöttünk Barcelonába, most is a gépünk 6-10-kor jött basszus, úgyhogy megint 2 órát, 3 órát aludtunk. Tegnap nagyon fáradtak voltunk, egész nap város néztünk, szuper volt, elmentünk a La Sagrada Familiába, ma pedig megyünk a Picasso Múzeumban, meg megyünk Gaudi huntingra, illetve piacozni, meg mindenféle klassz dolgot fogunk majd csinálni, majd ő fogja majd összerakni a programot, de még mindig alszik, félig meddig. Ébredezik, már félig nyitva a szemem. Szóval ma a naplózás lesz a téma, akkor elkezdhetek egy picit hangosabban beszélni, hogyha Perla is felébred. Beszéltek hangosabban, most már Perla, beszéltek, jó. Szóval beszéltek hozzátok most már hangosabban is. Szóval ezek történtek, egy pár dolgot szerettem volna mondani. Képzeljétek el, hogy rekordokat döntöttünk. Egyrészt egyre többen vagyunk a Boldog Közösség csoportban, a Telegramon is, szóval, hogyha még nem vagytok benne a Telegram csoportunkban, csak itt a Facebook csoportban, akkor érdemes oda csatlakozni, mert nagyon sok kérdés jön ott is, és elég sokat beszélgetünk ott egymással. Ennek a linkjét be fogom nektek majd de tenni kommentbe, lehet, hogy miközben most beszélek hozzátok, meg is csinálom, mert lett egy ilyen egyedi linkünk, plusz képzeljétek el, hogy nyilvánosra tettem ezt a csoportot, úgyhogy ha valaki beregisztrál Telegramra, és rákeres a csoportra, akkor egyébként, nagyon lehalkítom a telefonomat, hogy nehogy a live-ot, ide beteszem nektek a telefonomon kommentbe a Telegram csopinak a linkjét, azaz, szuper, ott van. És akkor, hogyha szeretnétek csatlakozni, nincs más dolgotok, a Telegram az egy ugyanolyan applikáció egyébként, mint a WhatsApp vagy a Viber, és akkor semmi más dolgotok nincs, amit letölteni ezt az applikációt, és regisztrálni a telefonszámotokat teljesen ingyenesen, és akkor erre a Telegram/boldogközösség linkre kattintani, és akkor megtaláltok minket, de most már képzétek el, hogy nem is kell ez a link, csak beírjátok, hogy Boldog Közösség, és ki fogja dobni a csoportot. Szóval szuper ez is. Van néhány hírem, képzétek el, hogy szóval ilyen rekordokat döntögetünk mostanában, ez a naplózás kihívás annyira megmozdította a csapatot, hogy most már 100 fölött vannak a posztoknak a száma. Szóval arra gondoltam, hogy ugye holnap elsőjén indul a brilliáns tagságnak az új hónapja, amiben a gazdagság lesz a témánk. Ugye a gazdagság azért ez egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy ha azt mondom nektek, hogy gazdagnak lenni, vagy gazdagság, akkor mindenkinek eszébe jut valami totálisan más dolog. Szóval nagyon terhelt szó ez a gazdagság. Azért is választottam címnek, választhattam volna bőséget, vagy választhattam volna valami teljesen más címet, de ez annyira húzogattam vele a cica bajszát, és úgy érzem, hogy van mit helyre rakni ebben, hogy könnyedségünk legyen, hogy a másik pedig az, hogy megtapasztalhassuk a gazdagságot, és annyira sokféle képpen, annyira sok nézőpontból lehet ezt megközelíteni, hogy
hogy úgy éreztem, hogy ez a téma szerintem nagyon klassz lesz, főleg most az elmúlt 4 hónap témáit így tökéletesen követte ez a téma, és aztán úgy döntöttünk időközben, hogy kiegészítjük a brilliáns tagságot, és mostantól minden hónapban meg fogok hívni valakit, akit ti is szerettek vendégelőadónak, úgyhogy ebben a hónapban a Palacska András lesz a vendégem, és kizárólag brilliáns tagsággal lehet eljönni erre a hívásra, külön nem, és az lesz a címe a hívásnak, hogy a gazdagság titka, és ebből fogom Andrást faggatni a gazdagságról, meg mindenféle klasszorokról, úgyhogy ha van kedvetek jönni a brilliáns tagságba, akkor tudtok regisztrálni. Egyébként egész hónapban visszahallgathatóak a hanganyagok, és erre a brilliáns tagságra, erre a hónapra fogunk kisorsolni, és én úgy döntöttem, hogy 3 darab jegyet. Azért 3 darab jegyet, mert annyira lelkesek voltatok, és annyira kedvesek, annyira sokan megosztottátok a kis naplótokat, meg a történeteiteket a naplózással. Szerettem volna mondani nektek, hogy szerintem jövő héten szerdán fogunk sorsolni. Ennek az az oka, hogy én majd csak hétfőn fogok hazamenni innen Barcelonából, de aznap már viszonylag tele van a napom, és mivel annyira sokan osztottátok meg a képeket, meg a mindenfélét ezzel a hashtag naplózás hashtaggel, kettőskeres naplózás hashtaggel, mondjuk inkább így, hogy egyszerűen egyedül nem fogom tudni összegyűjtögetni a csoportból a rengeteg posztot, de akartam mondani, hogy így viszont jövő hét szerdáig lesz még időtök arra, hogy a következő havi brilliáns tagság, hogy tudjatok nyerni esetleg egy tagságot, hogy megosztatok még több posztot, ugyanis ez nagyon fontos, hogy ahány poszt, annyiszor lesztek benne a kis tudom, kosárban. Szóval, hogyha megosztottátok már a képet a kis naplótokról, de azóta van valami klassz sikerélményetek, vagy egyáltalán felfedezésetek ezzel a naplózás témával kapcsolatban, akkor érdemes megosztani a csoportban, mert hogyha 5 posztot tesztek ki, akkor 5-ször fogtok belekerülni ebbe a kosárba. Szóval jövő héten szerdán a csajokkal az irodából ki fogjuk majd sorsolni, úgyhogy addig bőven maradt időtök, meg hát amúgy is most jöttem csak ezzel a videóval, úgyhogy még mindig bőven lesz mit felfedezni. Én arra gondoltam, hogy írjátok már meg nekem, Lici, a kommentben, hogy mit gondoltok arról, hogy én tovább görgetném ezt a naplózás dolgot. Azért, mert annyiféle nézőpont van erről, csomó kérdést kaptam tőletek ezzel kapcsolatban, hogy fú, és akkor hogy érdemes írni a naplót, hogy jelen időben, vagy múlt időben. Szóval nagyon-nagyon sok mindent, és szerettem volna nektek azt megmutatni, hogy ennek az egész naplózásnak nem az lenne a lényege, hogy szabályokat kövessünk. Szóval én igyekszem nektek ezekben a videóban tippeket adni, meg olyan dolgokat elmondani, amelyek nekem nagyon sokat segítettek abban, hogy könnyed legyen a naplózásom, de nálam talán, amit a naplózásomról érdemes tudni, hogy nincsen semmilyen szabály. Szóval nem követek semmilyen szabályt, nincs ilyen, hogy jelen időben vagy múlt időben írok, nincsen ilyen, hogy a múltról írok, a jelenről vagy a jövőről írok, arról írok mindig, amiről éppen kedvem van, mert mindig az fog úgyis feljönni bennünk, ami a világunkban van. Időnként előfordul az, például, amikor most jöttünk Perrával ide Barcelonába, én mindig a repülőn nagyon sokat szoktam írni, valahogy ott utolér engem az ihlet, és valahogy most annyi minden nem jött fel bennem, meg egy kicsit azt is érzem itt az életemmel kapcsolatban, hogy most nem annyira érzem azt, hogy hová tart az életem, most nem annyira tudom azt, hogy hová tartanak a dolgok, már nem azért, mert rosszak lennének a dolgok, pont ellenkezőleg nagyon szuper minden, viszont azt érzem, hogy egy ilyen nagyon nagy változás van most, valami teljesen átalakul, energetikailag nincsenek is rá különösebben szavaim, tehát nem tudnám szavakba önteni. Most már egy ideje érzem ezt a dolgot. Olyan dolgok ütik fel a fejüket a világomban, amikről már azt gondoltam korábban, hogy ezeken már rég túl vagyok, ezek nekem már így nincsenek hatással a világomra, de tudjátok, milyen sebezhető vagyok a dolgaim, úgyhogy el fogom nektek ezt is majd mesélni, csak azért, hogy picit inspiráljak benneteket, meg hogy megmutassam, hogy a tudatosság az tényleg mindent magába foglal, és nem kell ezt így tökéletesen csinálni, beleértve a naplózás sem. Szóval mostanában egy picit így azt érzem, hogy ha fölteszem ezt a kérdést, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem 5 évben, hogy nagyjából megvan ez az energia, hogy mi az, amit szeretnék, hogy milyen legyen az életem, de mondjuk az elmúlt időszakban nagyon erőteljes volt például az, hogy ezt is szeretném, ezt is szeretném, ezt is szeretném, és így le is tudtam ezeket írni, meg tudtam ezeket fogalmazni a naplomban. Most pedig nagyon sokszor ülök a naplom előtt, és így a tollal ütögetem a papírt, vagy virágokat rajzolok rá. Viszont arra használom ilyenkor is a naplózást, hogy jelen legyek ott azzal, ami éppen történik, az, amin keresztül megyek, meg ami ott van bennem. És mindig eszembe jut ez a történet, ami a Palacskó Andrásnak az elengedés tanfolyamán történt 2 évvel ezelőtt, amikor elengedéseket végeztünk a céljainkra, és emlékszem, hogy ott ültem, és mindenki csukott szemmel, András kérte, hogy hozzunk egy célt,
és akkor ezeket engedtük el, meg ezekre, konkrétan ezekre végeztünk elengedéseket, és emlékszem, hogy ott ültem, és így néztem másokat, hogy nekik, hogy mit csinálnak a többiek, és egyszerűen semmi nem jött, semmilyen cél, és akkor föltettem a kezem, hogy nekem lenne egy kérdésem, azt hiszem, hogy nekem nincsenek céljaim, és András meg nagyot nevetett, és így mondta, hogy a legtöbb ember ismert ott engem, hát ezekben a körökben ismerjük egymást, és így mondták, hogy szerintetek, akinek nincsenek célja, és azt mondta nekem, hogy mi van akkor, hogyha azok a célok, amelyek bennem vannak, azok kifejezhetetlenek szavakkal, nincsenek rá szavak, és most valahogy egy picit ezt érzem. Nagyon sokszor, amikor így kapcsolódunk ehhez a valóságon túli valósághoz, tudjátok, amiről rengeteget beszélek a brilliáns tagságban is, meg itt is, nekem ez egy ilyen nagyon kruciális pont az életemben. Az van, hogy minél jobban kapcsolódsz ez a valóságon túli valósághoz, annál kevésbé fogod tudni szavakkal megfogalmazni azt, hogy mit szeretnél. Azt, hogy hova tartasz, az, hogy mik a vágyaid, hogy mi az, amit szeretnél az életedként létrehozni. És azt vettem észre, hogy egészen addig például a naplózásom is olyan volt, amíg jobban ebben a valóságban voltam, majd mindjárt kifejtem az újaknak, hogy mi ez a valóság, meg nem ez a valóság. Fel lesz véve ez az élő, persze, Kata, nem csak itt lesz, itt kint marad a csoportban is az élő, és le fogom menteni, fel fogom tölteni a YouTube-ra, még ma, és fel fogjuk tenni a SoundCloud-ra is, mindig mindenhol feltesszük ezeket természetesen. Szóval vissza a naplózáshoz. Szóval én azt vettem észre, hogy minél jobban kapcsolódunk a valóságon, túli valósághoz, annál kevesebb szavunk lesz arra, hogy kifejezzük azt, hogy mi zajlik bennünk, az, hogy kifejezzük azt, hogy mi az, amit szeretnénk, de közben nagyon erős lesz bennünk az, hogy mi az, amit szeretnénk. És például volt egy nagyon jó példa Londonban, amikor most Londonban voltunk Majáikkal, hogy valaki kiálltak a színpadra, és csak így bemondták a mikrofonba, hogy milyen programjaik lesznek, és hogy lehet rámenni, és én rémesen unalmasnak és szarnak találtam, és ezt kifejeztem hangosan szavakkal, és olyan meg is jegyezte nekem teljesen jogosan egyébként, hogy elég kritikus lettem mostanában, meg hogy már nem ez volt az első dolog, amit kritizáltam, és így fú, egy kicsit így azt is éreztem, hogy wow, tényleg, ó, basszus, kezdek megint olyan lenni, mint ez a valóság. És akkor András meg ott ült mellettünk, és így mondta, hogy igaz ez? Biztos ez, hogy kritikus? És mondom, hogy hát szerintem igen, mert én is azt vettem észre mostanában magamon, hogy én magam is meglepődök, hogy én nagyon kifejezem valamire, hogy ez egy szar szerintem, meg hogy ez lehetne jobban is csinálni. És András pedig azt mondta nekem, hogy mi van akkor, hogyha azok a legkritikusabbak mindig az életben, akik tudják, hogy hova tartanak, akik tudják, hogy mit akarnak. És így, wow, és ez annyira igaz volt nekem. Nem mondom, hogy mindig erről van szó, szerintem azért ez fontos különbséget tenni, hogy van amikor csak kritizálunk, van, amikor csak seggfejek vagyunk, és nagyon, vagy nagyon beleolvadunk ebbe a hétköznapi valóságba. Ugye a hétköznapi valóság ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy van itt ez a valóság, amit élünk odakint, ahol megy az energiaválság, a háború, a Covid, és az összes többi dolog, megy az ítélkezés, ahol elveszik az erődet, ahol azt mondják, hogy nincsen lehetőség, és ahol azt érzed, hogy ennyi volt az egész, és aztán van ezen a valóságon túl valami. Szóval ez az, amit élünk, ez az, amit tapasztalunk, ez az, amiből jönnek a tapasztalataink egészen gyerekkorunktól kezdve. Ez az, amihez a legtöbben kapcsolódtunk, és sajnos az van, hogy ha van egy dolog, amivel legalább 5 ember egyetért, akkor a szilárd lesz, és a valóságnak a részét képezi onnantól kezdve. Ha senki nem értene egyet egy nézőponttal, mert például nem tudom, hogy feltűnt-e nektek például a Covid kapcsán, hogy amikor nagyon erősen tolják a médiában, hogy mennyi eset szám van, mennyien meghaltak, mennyire most minden maszkba kell lenni, vigyázz magadra, akkor mindenkinek lesz a világában egy összehúzottság, mindenki elkezd egy picit aggódni ezen. Amint most már nem kell maszk és semmi nincs, mindenki el is felejtette, hogy volt egyáltalán Covid. Szóval, hogy energetikailag ez nagyon izgalmas, hogy minden, amivel egyetértünk, a szilárddá válik, és minden, ami szilárddá válik, az a valóságnak a része lesz. Szóval hova is akartam kiukadni ezzel az egész beszélgetéssel, hogy bizony van egy valóság ezen a valóságon túl, amit el tudunk érni, és szerintem ennek az egyik lépése az, amikor például, ez lehet egy opció, nem mindenki szeret írni egyébként, hogy elkezdünk például írni, naplózni, és nagyon sokszor ez nem úgy néz ki, hogy telérünk egy 5 oldalas
részt a könyvünkből, hanem nagyon sokszor ez úgy néz ki, hogy leülsz, és csak leírsz egy szót, vagy két szót. Szóval azért mondom el ezeket a példákat nektek, mert nagyon-nagyon sok kérdést kaptam tőletek, akkor még mindig arra vágyott a csapat, hogy mondjam el, hogy hogy kell tökéletesen naplózni, de pont ez lenne ennek a lényege, hogy nem kell ezt tökéletesen csinálni. Itt a lényege az lenne, hogy csináld, csak kezd el, vágj bele, és én azt vettem észre, hogy minden alkalommal, még hogyha csak 5 percre is kapcsolódom egy ezzel az egész valóságommal, akkor az segít átlendülni például a nehezebb helyzeteken is. Nagyon sokszor szerettem csak például összeírni, leírni azt, hogy mi az, ami éppen történik az életemben, és csak föltenni hozzá kérdéseket. Azt vettem észre az utóbbi időben, hogy amúgy is nagyon sok változás történik a világomban, de még jobban kérem a változást a kérdésekkel, és nagyon sokszor csak mondjuk csinálok egy ilyet, hogy felírom azt a füzetembe, hogy oké, itt van most ez a helyzet mondjuk az üzletemben, vagy a kollégáimmal, és mi egyéb lehetséges itt, amire még nem is gondoltam. Mi az, amit megváltoztathatok? Mi az, amit másként csinálhatok? Mi az, amit létezhetek? Mi az, amit hozzáadhatok az életemhez, amire még sosem gondoltam? Vagy a kedvenc kérdéseim, hogyha ez az egész helyzet itt megváltoztatná saját magát, akkor az milyen lenne, az hogyan néz neki? Mert nagyon sokszor próbáljuk a dolgokat erőltetni, bereerőltetni ebbe a valóságba, és azt vettem észre, hogyha van bármilyen nagy nehézség az életemben, például mindig arra biztatlak ugye benneteket, hogy ahelyett, hogy következtetéseitek lennének, inkább tegyetek föl kérdéseket, és sokszor mondom nektek, hogy a kérdéseket is érdemes jelenlétből föltenni, mert hogy nagyon nagy különbség van kérdésfeltevés és kérdésfeltevés között. Szóval, hogyha csak fölteszek egy kérdést, mert hallottam egy videóban, hogy az jó cucc, és amúgy full frusztrált vagyok, és stresszes vagyok, akkor tulajdonképpen, és abból a térből teszem fel a kérdésemet, akkor nagyon minimális lesz az, ami változni fog a szituációban. Ugyanakkor, hogyha egy totális jelenlétből, még ugyanabból az, tehát hogy ugyanúgy történik mondjuk az a rossz dolog velem, de hajlandó vagyok egy másik teret létrehozni, amiben a kérdésemet felteszem, a tér pedig a következőket tartalmazza. A tér ebben az esetben tartalmaz kíváncsiságot, a tér tartalmaz tűnődést, és a tér tartalmaz teret, nem lenne rossz, ha lenne benne, nincs benne fal, ezt pedig úgy tudom például én nagyon sokszor létrehozni, amikor így nagyon nem látom, aki jutott valamiből, vagy nagyon nem tudom, hogy merre menjek tovább. Most van éppen egy ilyen helyzet az életemben, ahol meglepő dolgok történtek, és így nem tudok ezzel mit kezdeni, és ez felhozott bennem egy csomó kérdést a jövővel kapcsolatban, hogy hogyan folytassam a jövő teremtését, és most itt van ez a kis összezavarodottság a világomban, és nem helyes döntést szeretnék hozni, hanem tudatos döntést, ami azt a jövőt teremti, amit én szeretnék teremteni, kerül ez bármibe, és például ezzel kapcsolatban is létre kell hoznom a teret ahhoz, hogy a térbe rakjam bele a kérdést, ne pedig a téren ne egy összeszűkült, ideges, stresszes, frusztrált helyről. És nekem például, amikor a naplóban leírom ezt a helyzetet, hogy ez történt itt, már miközben leírom ezt az egész történetet, hogy mi történt, akkor már elkezdenek lemenni a falaim. Nagyon sokszor azt is szoktam mondani, hogy ez történt, ez van itt, és nagyon sokszor csak annyit csinálok utána, hogy hozzáírom a kérdéseimet, hogy oké, akkor mi egyéb lehetséges itt, amire nem is gondoltam, hogyan tudnám ezt megváltoztatni, meg tudom-e változtatni, mik a következő lépések, és csak hagyom az egészet ott a naplomban. Szóval ezek szuper klassz lehetőségek arra, hogy például a naplózást tudjuk használni erre is, hogy kihozzuk magunkat a stresszből, a frusztráltságból, a félelmekből, az aggodalomból, vagy ha például benne vagyunk egy olyan helyzetben, ahol azt érezzük, hogy a dolgok nem akarnak változni, akkor például ez is sokat segíthet nekünk abban, hogy a dolgokat meg tudjuk változtatni. Hát remélem, hogy ez is segítség volt nektek, majd azt írjátok meg nekem, hogy van-e kedvetek folytatni a nagyon jó, ha tovább egy naplózás kíves, írja az Adi, szuper klassz, jó van, ennek én is örülök.
Oké, szuper, jól van akkor. Hogyha benne vagytok, szerintem akkor folytatjuk majd. Azt szerettem volna nektek mondani, hogyha majd szerdán sorsoljuk a brilliáns tagság, három jegyet a brilliáns tagságra. Ha esetleg valamelyikőtök addigra már benne lesz a brilliáns tagságban, akkor se aggódjatok emiatt, mert akkor majd felajánljuk a következő hónapra a tagságot azoknak, akik már kifizették, esetleg befizették, vagy megvették a jegyüket erre a hónapra. Egyébként a brilliáns tagságra egész hónapban lehet csatlakozni, úgyhogy ha megvárjátok a szerdát, de esetleg nem ti nyertetek, akkor se csükkedjetek, mert utána is meg tudjátok adni egyeteket egész hónap végéig. A következő hónapban az önmagadként létezés lesz a témánk. Szerintem az is nagyon izgalmas lesz. Egyszer már volt ez a témánk a brilliáns tagságban, de aztán a többi tag felajánlotta nekem a lehetőséget, hogy mi lenne, hogyha ezzel kapcsolatban lenne még egy hónapunk, mert hogy minden hónap annyira más és más, úgyhogy szerintem, ha valaki az önmagadként létezés hónapra nyer júniusban, az is szuper klassz lesz. Csodás, jó reggelt, szeretem ezt az eleganciát, Niki, amiből működsz, hogyan teremtesz ezeket a reggeleket, egyszerűen imádom, hát nagyon köszi bám. Fú, hát én is nagyon imádom. Egy kicsit furcsán éreztem magam, be kell, hogy valljam nektek, mert ugye a Perla itt fekszik az ágyban, meg itt alszik, és képzétek el, hogy én még soha életemben nem készítettem úgy videót, meg nem live-oztam, úgyhogy valaki más is ben volt a teremben, úgyhogy 3 év után ez az első alkalom, úgyhogy kicsit kiléptem a komfortzónámból. Valamiért azt éreztem régen is, hogy ugye én nagyon sok hanganyagot készítek a brilliáns tagságba nap mint nap. Van ott egy ilyen kis stúdióm, és például én nem tudok úgy hanganyagot készíteni, ha valaki mondjuk akár egy másik szobában ott van a lakásban. Szóval csak akkor vagyok képes igazán falak nélkül hanganyagot készíteni, hogyha senki más nincsen benne ebben a térben, amiben éppen ügyködöm, ami nagyon furi, tudom, mert az már nem zavar a szomszédom egyre alatt ott van, de valaki a saját lakásomban benne van. Nagyon érdekes ez az egész, nem tudom, hogy hogy van, de dolgozom rajta. Szóval ez lett volna az egyik téma, amit szerettem volna hozni nektek ma reggelre, és akkor én azt gondolom, hogy csodás téma lesz, hogy itt a Rita, úristen Rita, akkor megteszed, hogy kösz, hogy itt vagy, figyelj, megteszed, hogy beteszed nekünk a brilliáns tagságnak a landing page-nek a linkjét ide, kérlek a kommentekbe, azt nagyon-nagyon megköszönném. Meg tudjátok nézni, kezdjétek, hogy teljesen új lett a landing page-ünk a brilliáns tagsághoz, és végre ez a landing page elmondja, hogy miről szól ez a tagság. Úgyhogy ha nem tudtátok eddig, hogy miről szól a brilliáns tagság, akkor el tudjátok olvasni ezen az oldalon, és akkor kaptok róla egy ilyen körképet, hogy mi is ez az egész. Na, én arra gondoltam, hogyha benne vagytok, hogy hoztam magunknak néhány eszközt még pluszban, arra, hogy mit tudtok még, mire tudjátok még használni ezt az egész naplózást. És várjatok, kikeresem, mert nem tudom, hogy hová írtam fel ezeket. Ide, igen, a telefonomba írtam fel. Oké, szóval hoztam már egy pár feladatot, hogy folytathassátok a naplózást, meg hogy ezeket esetleg be tudjátok vezetni a napi naplózásotokba, mint eszköz. Én egyébként azt javasolnám nektek, hogyha van kedvetek, akkor mondjuk az egyik naplótoknak, mondjuk a leghátulját, vagy a naplónak a legelejét felhasználnám arra, hogy fölírnám oda ezeket az eszközöket. És aztán az van, hogy nem kell mindig mindegyiket használni, szóval most már azért volt 3 videó, ezekből, ha összeírjátok az eszközöket, meg azokat a kérdéseket, amiket eddig hoztam nektek, akkor ezeket az eszközöket foghatjátok, és betehetitek mondjuk az egyik naplónak a hátuljába, megszámozva összeírni, és hogyha elfelejtitek őket, vagy elfelejtenétek, hogy milyen lehetőségek vannak a naplózásban, mert szerintem rengeteg, meg amúgy mi csak kapargatjuk a jéghegy csúcsát, én tényleg azt gondolom, és minden alkalommal, amikor megfogom a naplómat, meg a tollamat, hogy tulajdonképpen ez a naplózás az egyik olyan dolog, ami megteremtette mindazt, amit szerettem volna. Az elmúlt 3 évben naplóztam a legtöbbet életemben, de előtte is nagyon sokat, és ha visszaolvasom az eddigi naplóimat, akkor gyakorlatilag ezekben a naplókban leírtam mindent, amit szerettem volna teremteni. Sokszor felmerül egyébként bennem, hogy vajon ilyenkor, amikor írok, akkor látom a jövőt, vagy megteremtem azzal, hogy ezekről beszélek, és kérem ezeket. De rájöttem arra, hogy mi van, hogyha mind a kettő. Szóval látom is a jövőt, megvan az energiája, és valahogyan energiába tudom ezt a szavakkal formázni. Szóval nagyon sokszor szerintem látjuk a jövőt. Egyébként most történik az életemben valami nagyon izgalmas, ami, annyit nevetek ezen, ami annyira sokszor megjelent így konkrétan képek formájában, és én mindig így távol tartottam, azt szóval mondtam, hogy na ez biztos, hogy nem, na ez tuti nem, ez valami hülyeség, nem tudom, hogy ezek a képek honnan jönnek, de köszönöm szépen, ezt nem kérem, és most konkrétan történik velem, annyira izgalmas, annyit nevetek egyébként magamon.
meg azon is sokat nevetek, hogy az elmém mennyi hülyeséget kitalál egy ilyen sztori körül, hogy ez honnan jött, hogy ez hogyan történt, hogy ez hogyan volt, és akkor most, hogy ez itt történik, annyit nevetek ezen, hogy wow, az elmém az még mindig nagyon sokszor nyomatja ezt a kitalálni, kikövetkeztetni, összeesküvés elméleteket összerakni, hát nem tudom, hogy ti hányan vagytok így, de úristen, az én elmém az, ha valami történik, akkor egyből az összeesküvés elméletekbe, egyből a valami rossz van, ők biztos azt csinálják, ők biztos, szóval az én elmém annyira hajlamos erre, annyit nevetek ezen, szóval ilyenkor érdemes használni azt az eszközt, hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik, minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik, 30-szor minimum, hogyha ti is hajlamosak vagytok erre. Az én elmém az, úristen, úristen, történik valami, akkor egyből elkezd így pakolászni, és akkor kitalálja belőle, mi lehet a leges, legrosszabb, és akkor biztos az történik, és akkor ez biztos azért van, és a leges-leges legrosszabb verziókat kitalálja, én annyit nevetek. Időnként, amikor rájövök, először belemegyek, kitalálom, hogy biztosan úgy van, aztán utána kell egy kis idő, amíg kijövök ebből az összeesküvés elméletből, és akkor, amit az elmém sző, és aztán utána keletkezik egyfajta ilyen nyugalom, de hát ez halálosan vicces, így utólag persze. Na, de az eszköz is jöjjön. Kis Krisztál mérje, hogy önmagadként létezést hallgattam párhuzamosan a siker hónappal. Kíváncsian várom a többi hónapokat is, varázslatos dolgok történnek az életemben. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a maximális tapasztalatunk így a brilliáns tagság kapcsán, hogy tényleg amikor eljöttök oda, akkor azon, hogy ez egy választás, mert ugye az ember ilyenkor az van, hogy szuper jók ezek a videók, én is nagyon lelkes vagyok, hát látjátok, még mindig itt vagyunk, most már 26 perce, és még mindig nem jutottunk el a főeszközökig, amit már hoztam nektek. Ugyanakkor az van, azt vettem én is észre, hogyha így elköteleződöm valamilyen programhoz, mondjuk egy ilyen módon, akkor ez nagyon izgalmas, hogy elkezdenek a dolgok másként megváltozni. Ez olyan, mintha igazán az ember elköteleződne, és most nem mondom, hogy a brilliáns tagság ez, de például nagyon sokan mesélnek ugyanerről, hogy voltak egy bárs tanfolyamon, hogy utána így addig is változtak a dolgok, na de akkor aztán olyan volt, mintha begyújtották volna a rakétákat. Vagy bármilyen másmilyen tanfolyam, tehát nem feltétlenül csak olyanok, amikkel én foglalkozom, hanem tényleg mindenféle más klassz tanfolyam, és az ember elmegy, így elköteleződik. De lehet ez például egy nyelvtanulás is, én is így vagyok vele, hogy amíg a Duolingon nyomom az angol-spanyol-angol-spanyolt, addig így oké, és aztán amikor Kornéral elkezdtük, most éppen szüneteltetjük, mert nagyon sok minden volt, de amikor elkezdtük, akkor így ő is mondta, hogy fú, nagyon jól megy, meg hogy tök ügyes vagyok, mert hogy úgy igazán elköteleződtem hozzá, hogy foglalkozok ezzel, és így éreztem is a különbséget. Tegnap Perlával nagyon ügyesek voltunk, igaz, Perlám? Tudtunk köszönni, megkérdezni, hogy vannak. Spanyolul, mit csináltunk még spanyolul? Próbáltunk valamit elmondani spanyolul, de aztán abban nem volt nagy sikerünk a taxival, csávónak. Abban nem volt nagy sikerünk, hogy a taxival elmondjuk, hogy hol szeretnénk menni, úgyhogy feladtam, és inkább elmondtam angolul, de igyekeztem nagyon. Szóval szerintem ez egy izgalmas dolog. Amúgy ebben a hónapban, a siker hónapban nagyon sokat beszéltünk az elköteleződésről, ma van az utolsó napunk, és még ma is mindig visszahoztuk ezt a témát, mert hát elköteleződni az életünkhöz az egy ilyen, az mindent megváltoztat gyakorlatilag. Na, de mindegy, miért erről beszélek. Miért nem mondom inkább az eszközöket, nem? Az sokkal klasszabb lenne. Szóval mindenkinek, aki utólag érkezett, most 71-en vagyunk, egy pici ilyen update. Szóval úgy néz ki, hogy akkor marad a naplózás témánk még egészen májusra is, úgyhogy egész nyugodtan jöhetnek a posztok a hashtag naplózással. Szegény Rita, meg szegény Nikolát. Már nem vagyunk szegények. Szóval mi csajok majd össze fogjuk gyűjtögetni az eddigi hashtageiteket, rengeteg van, szerintem ilyen 160, én úgy emlékszem, hogy ilyen 100, nem tudom mennyi poszt jött, annyira fantasztikusak vagytok, nagyon köszönjük. Szóval mivel nagyon sokan megosztottátok, hát nem akartuk, hogy csak egy ember nyerjen, ezért úgy döntöttünk, hogy 3 jegyet fogunk kisorsolni az a májusi brilliáns tagságra, aminek a témája ugye a gazdagság lesz, ahol most ettől a hónaptól ki lett egészítve a brilliáns tagság, ugye ennek az a lényege, hogy van egy Telegram csoportunk, amiben most már több mint 600-an vagyunk, ahol lehet beszélgetni egymással, kérdezgetni a tudatosság mindenféle dologról, hozzájárulást kérni, és facilitálást, és mi egymástól, eszközöket egész pontosan, és aztán van minden hónapban 2 darab hívásunk, egy workshopunk, és minden hónapban van egy BSC hívás, ami a support call, és akkor a support callon kívül ettől a hónaptól, májustól
minden hónapban lesz egy vendégelőadónk is, akit én meghívok nektek, és az adott hónap témával kapcsolatban fogunk beszélgetni, és ebben a hónapban Palackó András lesz a vendégünk, de nem lehet külsősként jönni, csak brilliáns tagként erre a hívásra. Úgyhogy erre a hónapra fogunk kisorsolni 3 darab jegyet, jövő hét szerdán, a csajokkal az irodából. Egészen addig várjuk tőletek a posztokat a hashtag naplózással, ugyanis azok között, akik ezzel a hashtaggel megosztják a gyönyörű naplójukat, vagy hogy hol szoktak naplózni, vagy hogy mi változott az életükben, azok között fogunk kisorsolni 3 darab jegyet, és aztán majd innen folytatjuk, és akkor szerdától meg majd lehet, hogy kitalálunk egy új hashtaget, hogy tudjuk ezt így külön mérni, de folytatódik a kihívás, szóval, hogyha esetleg már megosztottad a naplódat, de szeretnél tutira ott lenni a brilliáns tagságban, akkor érdemes egyébként több posztot is megosztani, élményeiteket, mi változott, hogyan érzed azóta magad, egy csomó mindent, úgyhogy nagy szeretettel várjuk ezeket a posztokat itt a csoportban addig is. Ez lett volna a kis update-em, és akkor ide a végére hoztam magunknak még néhány eszközt, és akkor utána elengedlek titeket. Nagyon köszönjük, hogy gyorsokkal itt vagytok ma reggel is, plusz még egy update, hogy ezeket a videókat fel fogjuk tölteni ma nektek a YouTube-ra, illetve fel fogjuk tölteni a SoundCloud-ra. Ma ilyen nagy, nem tudom, hogy ma megyek ki az előző vlogomnak az epizódja, mert sajnos én elég későn küldtem el Tominak a videókat a héten, mert elég sok minden volt, és aztán csak most itt a utazás reggelén kerültek fel pénteken, úgyhogy lehet, hogy majd a blog csak jövő héten fog kimenni, az előző, de most, amióta itt vagyunk Barcelonával, Perlával forgatjuk a vlogunk 4. részét, és sokkal ügyesebb vagyok, mióta együtt vagyunk. Mindent is videózok, mert a Perla nagy TikTok sztár, és nem igaz, amúgy azt mondta. Szóval a Perla nagy TikToker, akkor így mondom. Nem? Nem. Csak szokott videókat csinálni, de nem. Nem baj. Majd lehet, hogy lementi azokat a TikTok videókat, amiket csinálsz. Azt el tudod nekem küldeni? De küld már el nekem, mert akkor megmutatom a srácoknak. Nem küldi el. Se baj. Szóval a következő rész, ami most jön ki, az lesz azt hiszem a 3. és majd a 4. rész ott a Barcelonáról fog szólni, meg a kis kirándulásainkról a kis Perlával. És menjünk tovább. Szóval. Mi az eszköz? Szóval az egyik eszköz, azt a Déntől hallottam, és most ezt nagyon sokat használom, a Being You tanfolyamon még Londonban, ahol arra kért minket a tanfolyamon, 2 hoztam nektek. Az egyik az volt, hogy írd le 10 dolgot, hogy a törődés neked önmagaddal milyen lenne. Fú, és olyan klassz energiája volt ennek a dolognak, és mondom, úristen, a törődés önmagammal, magamnak milyen lenne. Szóval nem az, hogy milyen lenne, ha törődne veled a párod, vagy törődne veled a barátod, vagy törődne veled a kollégád, vagy a főnököd, hanem hogy legyen egyfajta tisztánlátásod azzal kapcsolatban, hogy neked mit jelentene a törődés önmagaddal első körben. Hogy te mi, hogy ez hogyan nézne ki a számodra, amikor azt éreznéd egyébként, hogy törődve van veled. És én észrevettem azt, hogy nekem nem olyan erős már ez a téma a világomban, de ugyanakkor nagyon megszólított Londonban, mert a legtöbb elvárásunk az például ebből adódik, hogy egyszerűen van egy csomó elvárásunk, hogy akkor érezném, hogyha a párom törődik velem, ha ezt és ezt és ezt megtenni, értem. Közben rájöttem arra, hogy érdemes ezt saját magunkért megtenni, hogy nem arra várni, hogy valaki megadjon nekünk valamit, hanem egyszerűen adjuk meg mi magunknak, csak hogy van egy előtte lévő lépés, és itt jön a kulcs, hogy és ez folyamatosan változik. És az volt, hogy én valahogy így kihalt a világomból ez a nagy elvárás, hogy mire vágynék a másiktól, hogy mit tegyen meg értem. Sokkal inkább ott van a hála a világomban, de azt vettem észre, hogy sokkal több törődést kapok azóta, amióta képben vagyok, vagy tisztában vagyok azzal, hogy számomra a törődés mit jelenten. És azon, hogy ahogy feltettem nektek ezt a kérdést, mindenkinek valami totálisan más dolog jelent meg a világában, hogy neki mit jelentene a törődés. És ez mindenkinek annyira más. Van, akinek azt jelenti, hogy ajándékokat kap. Van, akinek a törődés azt jelenti, én például imádok ajándékokat kapni. Most nem nagy dolgokra gondolok, de én imádom, ha meglepnek az emberek ilyen apróságokkal, de olyan dolgokkal, amit imádok. Például amikor hazamentem most Londonból, beléptem a lakásba, akkor két dolog is, egy csomó minden várt otthon a
konyhapulton kaptam egy csokor virágot, és kaptam egy kis posztítot, amire az volt írva, hogy jó, hogy itt vagy, jó, hogy vagy. Meg egy kis csokit, plusz a kolléganőmtől kaptam egy kis levelet, hogy nagyon örül, hogy itthon vagyok, üdv újra Budapesten, és hogy reméli, hogy hamarosan személyesen is találkozunk. És akkor így, wow. Nekem ez a például ajándék, még akár egy ilyen kis levélke is, és én például imádom, hogyha így megajándékoznak, vagy ha meglepnek. És ezért én saját magamat is meg szoktam lepni mindenféle dolgokkal, ékszerekkel, ezzel is megleptem magamat még tavaly. Most azt hiszem, itt lenne az idő megint, hogy valami kis aprósággal meglepjem, vagy egy utazással, vagy csak egy klassz kávéval valahol, hogy megtennétek-e a kedvemért, hogy egy picit leültök a naplótokkal, vagy felírnátok ezt az eszközök közé, és csak összeírnátok 10 olyan dolgot, ami a törődés neked, mit jelentene a törődés. És hagyd magadat meglepni, meg az a klassz ebben, hogy ezt nem fogja senki látni valószínűleg, csak te magad, és össze tudod magadnak hírni szépen, hogy nekem milyen lenne az igazi törődés. Például egy kedves érintés, vagy csak az, hogy a másik figyel rá, hogy belenéz a szemedbe. De ez lehet bármi bárkinek. Ez lett volna az első eszköz, aztán majd erről fogunk még beszélgetni a következő live-okban, ezt most csak így beledobom a világotokba, szeretném, ha foglalkoznátok ezzel a témával, aztán majd jöhetnek ezzel kapcsolatban kérdések, és akkor majd innen fogjuk folytatni. És aztán a következő pedig, melyiket választom? Kettőt írtam, de egyet fogok most nektek odaadni. A következőt át fogom vinni a külön videóra. Várjatok, elolvasom őket. Mindig nagyon jó. Ezt választom. Oké. Okay. Szeretném, hogy annyira cukik vagytok, hogy egyre szép lennék. Nem tudom, szerintem itt jók a fények. De egyébként most egész jól érzem magam. Ki is pihentük magunkat, perlávasokat aludtunk. Tegnap este már viszonylag korán visszajöttünk ide a szállodába, nagyon rossz kaját tettünk. Én nem tudom, hogy mikor voltatok utoljára Barcelonába, de nem vagyunk elájulva, sajnos. Nagyon nagy tömeg van mindenhol, nagyon nagy kosz van, és nagyon rossz a kaja mindenhol. Én nem tudom, hogy mi történt a Covid alatt. Pedig én nagyon sokat jártam innen, mert biztos tudjátok rólam, hogy én fodrász tanár voltam, és én például dolgoztam a Revlonnak, akinek itt van a központjuk Barcelonában, szóval például a Fábián Andi barátnőmmel voltunk itt tanfolyamon is, és akkor sokkal elegánsabbnak láttam ezt az egészet, de most sokkal inkább, tehát Budapest az sokkal elegánsabb szerintem, mint Barcelona, mondjuk az a baj, hogy én nagyon imádom Budapestet, úgyhogy mindent ahhoz mérek, de mondjuk most London után ez a Barcelona, ez így erős egy kicsit nekem. Nagyon nagy kosz van mindenhol felújítás van. Ha itt laktok és imádjátok, ne kövezzetek meg, léci, szóval ez nem kritika akar lenni, csak így ezek a megtapasztalásaim. És nagyon sok ember van mindenhol, és mindenhol mindent el akarnak neked adni, és nem jó a kaja, sajnos. Tegnap is elmentünk például egy ilyen seafood étterembe, és így rá, na vagy rakok ki nektek képet, így rá volt dobva a kaja a tányérre, koszos volt a tányér, koszos minden, szóval nem voltunk elragadtatva, de lehet, hogy csak pedig az összes nagyon sok, az összes étterem, ahol mentünk meg, amit kinéztünk, az mindegyik nagyon sok ilyen csillagot kapott a Google-ön is, meg mindenhol, de lehet, hogy csak ma meg kell kérnem a testemet, hogy ugyan sokkal szuper a fejekre. De nagyon köszi nektek. Oké, na, jöjjön az eszköz, hogy azt is elmondjam végre. Szóval, írd le 10 dolgot, na mindenkinek ez lesz a feladat a naplóval, jó, kiadom mindenkinek házi feladatban. Szóval írd le 10 dolgot, ami hogyha megjelenne a következő 12 hónapban, attól lenne egy ilyen wow élményed, azt mondod, hogy na ez wow, azt a mindenit. Szóval 10 dolgot. És azért nagyon fontos ez, mert a legtöbbünknek azért tartott az élet, ahol tart, mert túl kicsi, amit kér. Amikor nekem ezt először András mondta, akkor így azt gondoltam magam, hogy ez hülye. Hát ekkora valóságom, ekkora az életem, ennyi a bevételem. Persze, hogyan kérhetnék valamit sokkal-sokkal nagyobbat? De az van, hogy a mi valóságunk valójában mindenkié, nem csak a tiéd, hanem aki melletted ül, meg aki mögötted ül, meg a anyád, apád, mindenkinek sokkal nagyobb a valósága, csak ez a hétköznapi valóság összehúzta ilyen kicsire. És azt mondom, hogy nagyon sokan ebből az összehúzott valóságból naplózunk, innen tesszük fel a kérdéseinket, nem ebből a térből. Szóval, hogyha végtelen lényteréből, szóval falak leengedve, és kiterjedve abból a térből
csak elmondva magadnak, hogy ha nincs korlátozás, akkor mit kérnék? Akkor sokkal nagyobb dolgokat kérnénk, mert nem ebből az összeszűkült pici kis dobozkából kérnénk a dolgokat. És ez az eszköz, ez, hogy össze is 10 olyan dolgot, amire azt mondod, hogy ha, na, ha ez megjelenne, az azt mondanád, hogy wow, what the fuck, ez meg hogy a francba jött létre. Egy olyan élmény lenne a világodban, hogy ez a, tudjátok, amikor nem akarod elhinni, hogy ez tényleg megtörtént, wow, élmény. Összeírni magatoknak, hogy na látod, írése tűnt, hogy a második sokkal könnyebb. Ezért mondtam nektek, hogy nincs szabály. Én hozom az eszközöket, én megosztok veletek mindent, amit én imádok, és ti meg kiválasztjátok ebből azt, ami nektek sokkal könnyebb. Szóval köszi Tünde, hogy ezt ide írtad. Szóval írjátok össze 10 darab dolgot, ami ilyen váó lenne, és hú, én még ezt nem tettem meg, úgyhogy én ma fogok naplózni. Van itt egy ilyen kis tető, nem tudom, tető bár, meg medence, meg mindenféle klassz dolog, úgyhogy fellávalat fogom ma elvileg lógni majd délután egy picit, és akkor azt a tervem, hogy ott fogok egy picit naplózni, és nekem ma ez a tervem, hogy összeírom ezt a 10 dolgot, mert azt érzem egy csomó dologgal kapcsolatban, hogy valami csoda kellene hozzá, hogy ezek megtörténjenek, vagy hogy ezek összejöjjenek, és minden alkalommal, amikor van a világunkban egy ilyen, hogy na ehhez valami csoda kellene, akkor van a fejünkben egy olyan elképzelés, hogy ez nem lehetséges igazából a számunkra, ez csak akkor jöhetne létre. És akkor itt jön a klassz dolog, hogy csodák már pedig léteznek, kettő, ha ki tudtad gondolni, akkor létre is tud jönni. És hogyha összeírod ezeket, hogy melyek ezek a dolgok, akkor utána lesz ott a világodban egy kérés, hogy fú, ezt kérem, nem tudom, hogy hogyan fog ez létrejönni, de ez az, amit kérek. És akkor utána szerintem mindenkinek érdemes lenne ma még összeérni pluszba, ez ilyen extra kiegészítés, 10 dolog, amit kér, de ehhez érdemes elmennetek a Majának a csoportjába, ez Access Majával, itt találjátok meg a Facebookon, és ő most már nagyon régóta csinálja ezt a kérések kihívást, hogy mi az, amit ma kérsz, tök jó kérdéseket tesz fel hozzá, és minden nap kérnek 10 dolgot abban a csoportban, úgyhogy ha nem vagytok még benne abban a csoportban, akkor érdemes oda is csatlakozni hozzájuk. Na, ezen kívül pedig hagyj szorítsak nektek egy icipicit itt a legvégén. Szóval egyrészt nagyon köszi, hogy itt vagytok velem, meg most is, meg mindig 81-en annyira állás vagyok nektek. Én nekem ez a... csak imádom ezt az egészet. Szívem szerint csinálnék 3 Facebook live-ot minden héten. Amúgy itt tudnék ülni órákat és csak beszélni. Nem tudom, hogy ez hogy alakult így. Nagyon köszi, Ajni. Szóval nagyon köszönöm nektek ezt a sok-sok lelkesedést, meg hogy ilyen sokan vagytok a csoportban, most már annyira ügyesek vagyunk. Az lenne a cél egyébként, hogy május végére 7000-en legyünk a Boldog Közösség csoportban, úgyhogy ha úgy érzitek egyébként, hogy ezek az eszközök hasznosak, hogy van olyan barátnőtök, ismerősötök, akiknek egyébként ráférne az életére egy kis upgrade-elés, vagy szomorúak, esetleg elveszítettek valakit, vagy a munkájukat, vagy rájuk férne az, hogy legyen eszközük, és úgy érzitek, hogy valamennyire, ha egy picit is, de nyitottak lennének erre az egészre, akkor nyugodtan hívjatok meg bárkit, akár ebbe a csoportba, akár a Telegram csoport közösségbe, mert minél többen vagyunk, gondoljatok benne, minél többen használjuk ezeket az eszközöket. Még ezt mondom, hogy ha egy nap csak egy kérdést teszel fel kíváncsian, akkor megváltoztatod az univerzum szövetét. Szóval elmondani azt, hogy energiaválság lesz, háború lesz, mit tudom én most, miről szólnak éppen a hírek, ezt ma reggel láttam éppen, amúgy nem is lennék képbe, hogy éppen mik vannak, mert már nem is foglalkozom ezzel, inkább felteszek 5 kérdést, hogy és mi egyéb lehetséges ezen túl, amit el sem tudom képzelni. Hogyha mondjuk ez a 6600 ember, csak ez a 6600 ember minden nap, ahelyett, hogy a félelmekbe, mert ugye a félelem az egy beültetés, ez nem valós, szóval 3 dolog van, ezt Dén is elmondta a Being You tanfolyamon. Ha félsz, 3 dolog miatt van. Az egyik, hogy összekevered az izgatottság érzésével. Szóval annyira különleges az a jövő, amit egy választásod teremtene, hogy azt gondolod róla, hogy félsz. Ez lehet az egyik. 2. A félelem az egy beültetés. A félelem az nem valós. Arra lett tervezve a félelem, hogy megakadályozzon téged abban, hogy önmagad legyél. Hát nézzétek meg azt, bármikor féltek, választatok nagyobbat, választatok valami többet, dehogy is. És aztán van a harmadik opció, amikor félsz, hogy kihez tartozik ez a félelem, ez a tiéd egyáltalán, vagy valaki másé, vagy valaki másoké, vagy valami másé. Szóval, ha félsz, ez a 3 dolog történik összességében. Hát egy végtelen lény félne bármitől is. Van oka rá, hogy féljen, nincs, igaz.
De hogyha azt érzitek, hogy rátok ül az elefánt, vagy amikor meglátjátok ezeket a híreket, hogy amit ha bejönnének ezek az elefántok a szobába, és rájönne a fejetekre, akkor bizony az a helyzet, hogy összehúzódunk, olyankor nem vagyunk igazán önmagunk, és hogyha például itt a csoportban csak a tagok csak minden nap egy eszközt használnak, azzal egy másik jövőt hozunk létre. Ugyanis, hogyha valamivel egyetértünk, mondjuk halljuk ezeket a híreket, ezzel egyetértünk, hogy hát igen, ez fog történni, ez vár ránk a következő évtizedben, akkor egyé hangolódunk ezzel az energiával, és hozzájárulunk ahhoz, hogy ez legyen a jövő. Ha ellenállunk ennek, azt mondjuk, hogy ezek hülyek, mint ők bűségeket beszélnek, és ott van az ellenállás, akkor ugyanezt csináljuk. Szóval a megoldás erre az érdekes nézőpont, meg a kérdések. Megkérdőjelezni mindent, mi van, ha ez nem igaz? Mi egyéb lehetséges itt, amire nem is gondoltunk? És ezért mondta régen az Gary mindig, az összes, ugye Gary Douglas, aki az Access Consciousness-t alapított, hogy ha lenne, azt hiszem, akkor 10 000 ember volt, de lehet, hogy butaságot mondok. Nem emlékszem a számokra. Azt, lehet, hogy először 10 000 volt, aztán még több. De hogyha lenne ennyi ember a tudatosságban, aki igazán tényleg a tudatosságot választaná, ezt a fajta tudatosságot, ahol a tudatosság minden magába foglal, és nem zár ki semmit, akkor egy másik jövőt kezdenénk el teremteni, akkor nem kellene, hogy igaz legyen nekünk a globális felmelegedés, akkor nem kellene, hogy igaz legyen nekünk ezek a sanyarú, szörnyű jövő jóslatok, amiket hallhatunk odakint, hanem mi együtt közösen ebből a térből ezt meg tudnánk változtatni. És én ezt gondolom, én mindig nagyon tudok ezt kapcsolódni, hogy bizony meg tudjuk, tehát ezért van az, ezért mondja mindig az Dén, hogy being you, changing the world, hogy légy önmagad, változtass meg a világot, vagy egész pontosan, ahogy klasszul magyarra fordították, hogy légy önmagad, és megváltozik a világ. Szóval mi lenne, hogyha még többen lennénk ezekben a csoportokban, tényleg ezért, hogy az emberek tudják azt, hogy az eszközök elérhetőek, és hogyha szeretnék, de tényleg, hogyha csak szeretnék, akkor választhassák is ezeket az eszközöket. Szóval én imádom ezeket, annyi eszköz van, Úristen, hát képzeljétek el, ezt akartam nektek mesélni, most mindjárt kiszámolom, hogy ugye ez lesz a 27. hónap a brilliáns tagságban. Az azt jelenti, hogy eddig volt 26 hónap, mondjuk számoljuk 30 nappal, az azt jelenti, hogy 780 napot töltöttünk együtt a brilliánsban, és az azt jelenti, hogy készítettem minimum 780 darab hanganyagot. És minden hónapban volt 2 darab hívásunk, az 52 darab hívás, ami egyesével mindegyik minimum, hát szerintem 2 óra minimum, mondjuk akkor a 120 perc. Szóval 6240 percet töltöttünk azzal, hogy ezekről beszélgettük. 6240 percet, imádom. Az azt jelenti, hogy az azt jelenti, hogy két és fél éve. Hogy volt? Azt hiszem, hogy március 1 volt a második évnek a vége. Szóval még nincs 2,5 éve, de lassan 2,5 éve. Szóval 2,5 éve azért az jó nagy elköteleződés, nem, hogy 2,5 éve minden nap csinálok nektek egy hanganyagot, azért az izgalmas. És nem rövideket, szóval nem 5 percesek a hanganyagok, hanem van, hogy 30, van, hogy 15, van, hogy 20, van, hogy 10, van, hogy 9, de hogy 5 perces hanganyagok már nagyon régen készültek. Szóval nagy hálám nektek. Szóval köszönjük, hogy itt voltatok ma, majd egy pár gondolatot írjatok már ide, vagy csak dobjatok nekem egy szívecskét, hogyha tetszett nektek ez a mai live, meg hogyha tetszettek ezek a mai eszközök, azt írja nekünk a DNS Gabi, hogy én nemrég csatlakoztam, de elképesztő hatással vagy rám, köszönöm szépen, én nagyon-nagyon örülök. Az a helyzet, hogy volt egy klassz beszélgetésem valakivel, és nem tudom, hogy mindig mesélem nektek ezt a sztorit, hogy elmesélem most 170 egyszer is, hogy egyszer fölébredtem reggel, miután elváltam, és visszaköltöztem Budapestre, és volt egy ilyen kis iPhone-om, 6-os azt hiszem, és emlékszem, hogy nem volt már túl jó az aksi, és akkor töltöttem egész éjszaka, lehúztam a töltőről, és így azt írta ki az aksi, hogy 1%, mondom, ó, ne, kell egy gazdag pasi, mondom, mi van? Leventem a konyhába, csináltam egy kávét, és így leültem saját magamra beszélgetni, hogy mit mondtál? És ott jöttem rá arra, hogy nekem volt egy ilyen mintám, meg fix nézőpontom, hogy a nők csak akkor tudnak teremteni az életükben bármit, hogyha van mellettük egy gazdag pasi. És így teljesen ledöbbentem azon, hogy honnan van ez, föltettem ezt a kérdést, kihez tartozik ez, és hány éves vagyok ilyenkor, és leesett, hogy
nagyon pici, és hogy ezt valakitől láttam, aki például egyébként varázslatosan teremti az életét férfiakon keresztül, és ez nem ítélkezés, mert szerintem van, akinek így működik, van, akinek úgy, nem is fontos. A lényeg, hogy neked hogy működik, és ott kell rájönnöm arra, hogy úristen, nekem ez nem működik. Sosem működött, próbálkoztam vele, de igazából nem volt vele sikerem. És akkor jöttem rá arra, hogy én azt hiszem választok valami mást, és voltam most egy ilyen eventem, és ott beszélgettünk az elköteleződésről, kellett mesélni egy sztorit az elköteleződésről, és én totál sebezhetőséggel egy pasival voltam párban, és én ezt a sztorit elmeséltem neki, de először, amikor elkezdtem róla beszélni, így láttam rajta, hogy annyira le van döbbenve, hogy én miről fogok itt beszélni, és egyszerűen a végén több mindenkivel beszélgettem, és mindenki, nagyon sokan odajöttek hozzám, hogy benne vagytok a brilliáns tagságban, hogy úgy örültök, hogy találkozhatunk személyesen is. És most már egyre durvább, a múltkor is elmentem, voltam a Rusty Caféban Budán, és ott is összetalálkoztam egy kedves brilliáns taggal, aki annyira megörült nekem ott dolgozni, hogy mondta, hogy elemizél, hogy ide jöttem, majd utána a következő nap mentem kávét venni valahová, és ott is összetalálkoztam valakivel, aki benne van itt a Boldog Közösségben, és mondta, hogy te vagy az Erdély Nikolett, mondom én, úristen, ő hallgatja a videókat, meg a mindenfélét. Szóval most egyre többen vagyunk, és most már egyre többötökkel találkozok a városban, úgyhogy ha láttok engem valahol a városban, vagy bárhol a világon, akkor gyertek már oda hozzám egy öreléssel, légy szíves. Szóval miért is meséltem ezt el nektek? Szóval annyira fontos szerintem ez az elköteleződés, meg ez a fajta sebezhetőség önmagunk, hogy nagyon sokszor úgy tudunk inspirálni másokat, hogy mi önmagunk is sebezhetőek vagyunk azzal, amin keresztül mentünk, vagy azzal, ami volt az életünkben, mert elmúlt már a világomból, most már több mint 3 éve ez a nézőpont, de egyszer ott volt, és szerintem annyian tudnak hozzánk kapcsolódni, amikor nem a tökéletességünket akarunk, tehát ugye amikor nem érdekesek akarunk lenni, hanem érdeklődőek. És azért is, szerintem azért is van az, például amit a Gabi is írt, hogy nemrég csatlakozod, és elképesztő hatással vagyok rá, mert valójában nem én vagyok szerintem rátok elképesztő hatással, hanem egyrészt az eszközök, másrészt pedig szerintem a sebezhetőség tere az, amire én is ezt mondtam régen, amikor valaki elmesélt magáról valamit, hogy milyen dolgokat csinál, vagy csinált, hogy így, ő is ezt csinálja jóban, akkor nem vagyok annyira elcseszett, mint gondoltam, nem vagyok annyira rossz, mint amennyire gondoltam. Szóval szerintem ezek így fontos dolgok, ezt azért is adom oda nektek, mert mindannyian facilitátorok vagyunk, függetlenül attól, hogy ez a szakmánk, vagy nem, mert a környezetünket non-stop facilitáljuk, és ez sebezhetőség önmagunkkal, mert merni, mutatni a gyengeségeinket is, az egy óriási erőt tud adni másoknak, és szerintem ez lenne az életünknek az egyetlen célja, nem az egyetlen, bocsánat, sok célja van, de hogy az egyik, így mondom, az egyik célja. Az egyik az, hogy jól érezzük magunkat, és mindent kipróbáljunk, amit csak szeretnénk, a másik pedig szerintem az, hogy a környezetünket, az embereket megerősítsük abban, hogy milyen nagyszerűek, és hogy milyen fantasztikusak. Perla, jöttek takarítani, várjatok. Perla, Perla, szólsz, Léci, hogy ne jöjjenek be? Már mindegy. Yeah, just more, like 5 minutes. Thanks. Bocsi. Éreztem, hogy ki kéne tennünk ezt a ne zavarjanak táblát, de ezt elfelejtettük. Szóval nagyon köszi nektek, hogy itt voltatok velem a reggel ilyen sokan. Majd írjatok, légy szíves, itt a kommentben, hogy vagytok, meg hogy most, ki az, aki tegye fel a kezét, rakjon ide egy szíveskét, aki jobban érzi magát most, mint ma reggel, amikor felébredt. Legalább egy icike-picikét. És akkor hagyd mondjam el nektek, hogy miért van az, hogy jobban érzitek. Ha jobban érzitek magatokat, miért van ez, hogy jobban érzitek magatokat? Mert hogyha megfigyelitek, akkor nem egy ilyen motivációs előadást tolunk le ezeken a live-okon. Viszont minden, ami igaz neked, attól könnyebbnek érzed magad. Minden, ami neked nem igaz, attól nehezebbnek. Szóval, hogyha nézed a híreket, megolvasod a különböző, nem tudom, portálokon a mindenféle rémhíreket, és úgy érzed, hogy ekkora lett a világod, összeszűkült, és ráült az elefánt a fejedre, akkor az azért van, mert az neked nem igaz. Ha elolvasol egy hírt, és összeszűkült a gyomrod, akkor az neked nem igaz. Ennyi. Amikor pedig itt ülünk, ezeken a live-okon, meghallgatjátok a podcastunkat, és azt érzitek, hogy ekkor lett a valóságotok, akkor viszont az azért van, mert igaz nektek.
Szóval, hogy egy picit is jobban érzitek magatokat, mondjuk egy videó után, egy podcast után, az azért van, mert azok az információk igazak nektek. És ez az élet különböző területein is így van. Hogyha valakivel beszélgettek, és hazamész, és úgy érzed, hogy rád ült az elefánt, akkor ez azért van, mert nem volt igaz nektek. Ha nem ült rád az elefánt, és azt érzed, hogy a Himaláját el tudnád hordani a hátadon, és let's go, let's do this, akkor ott valami történt. És én erre mondom mindig, hogy olyan emberekkel kéne körbevenni magunkat, akik visszaadják nekünk a lehetőségek érzetét. És valójában ezek a live-ok, meg az összes podcast cucc, meg az összes tanfolyam, amiket tartunk, az összes erre lett tervezve, hogy visszaadja nektek a lehetőségek érzetét, hogy lássátok azt, hogy nem ennyire borús az egész, és bárhol is legyen most az életedben, bármi is történjék benne, mindent és bármit is meg tudsz változtatni. Na és akkor pár gondolat, még mindig nem egyetek soha. Szóval tegnap ment ki a Tudatosság Podcastnak az új epizódja, úgyhogy ha még nem hallottátok, akkor fel tudtok menni az oldalamra, nicolette.com/podcast, de ott van a podcast fül a weboldalamon is meg tudjátok hallgatni. Az Apple Podcaston, Spotify-on, Google Podcasten, de az összes podcast felületen is meg tudjátok, kint van a YouTube csatornákon, vissza tudjátok nézni, és ne felejtjétek, hogy múlt héten ment ki a Semmi Tevés Podcastos srácokkal a közös epizódunk, ami wow, nagyon klassz lett, úristen, szuper klassz lett az a beszélgetés, reméljük, hogy nektek is tetszett, hogyha meghallgattátok, már írjátok már meg nekem itt kommentbe, légy, hogyha hallottátok azt az epizódot, hogy tetszett nektek. Szóval a fiúk interjú voltak meg minket, aztán majd ők is jönnek a mi podcastunkba vendégnek egy-két hét múlva. Ezeket akartam nektek. Azon gondolkodom, de szerintem kiposztoltam valahová nektek, de adjatok nekem egy másodpercet. Szerintem kiraktam ide a csoportba is, de mindjárt nézem. És akkor kirakom nektek azt a posztot ide, hogy a aha, itt van. Azt fogom csinálni, hogy most ide beteszem nektek a videó alá, hogyha nem bánjátok a... Csak most persze eltűnt a videóm, de nem baj, mennyi gyerek keresem. Itt vagyok, berakom ide a kommentbe nektek. Oké. Betettem nektek. Ah, ez a fiúk weboldala, és akkor ha erre kattintotok, meg tudjátok nézni a videót is, amit készítettek. Meg tudjátok, aha, ott van, meg vissza tudjátok hallgatni ott az ő podcast felületeiken. Érdemes őket is hallgatni, egyébként mi egymás konkurenciái vagyunk, amit hogy én kezából nem vagyok konkurencia, de tök más, hogyan beszélgetnek a tudatosságról, mint mi, de hogy két fiú, meg két lány, és akkor így kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha találkoznánk, amúgy ismerjük a fiúkat személyesen is. Szóval nagyon szépen köszi nektek ezt a mai reggelt, egy óra. Szóval innen fogjuk folytatni, mielőtt bárki bárhol szuper lett. Új nézőpontból látok tegnap óta, szuper! Jövök májusban is, köszi! Szóval gyertek a brilliáns tagságba, én garantálom nektek, hogy nem fogjátok megbánni. Havonta most már két és fél órát töltünk együtt, így ilyen klassz energiák között. Szuper a csapat, mindenki annyira kedves, annyira támogató, mindenki. Annyira imádom őket, hogy nulla bántalmazás, mindenki kérdést, eszközt ad a másiknak, és kérdéseket tesz fel, és csomó kihívás van, naponta mindenféle klassz dolgokat csinálunk, szóval nagyon jó hely lenni a brilliáns tagság, úgyhogy ha gondoljátok, akkor gyertek, csatlakozzatok hozzánk oda is, én meg akkor jövök jövő hét szerdán a live-val, sorsolunk, ne feledjétek el addig megosztani a posztjaitokat, akár többet is, egész nyugodtan, egészen jövő hét szerdán minden nap egy posztot is megoszthatsz, mert ahányszor kirakod a posztodat, annyiszor fogsz belekerülni a kis kosarunkba, szóval szerdán sorsolunk, hozzuk a nyerteseket, három nyertest. Innen folytatjuk, és akkor ne felejtjetek, hogy májusra marad a naplózás kihívás, úgyhogy jövök a többi naplózós videóval majd, és akkor innen folytatjuk, beszélgetünk, ezt a videót pedig kiteszem nektek a YouTube-ra, a SoundCloud-ra még a mai napon, onnan vissza tudjátok hallgatni, ha kikerül, akkor megosztjuk veletek a Boldog Közösség Facebook és Telegram csoportba, és gyertek, léci a Telegram csoportjába a Boldog Közösségnek, mert ott még csak 800-an vagyunk, hogy lehet a 6600-ból csak 800 ember akar minden nap kapcsolódni, hát hogyan van ez? Szóval gyertek, léci, írja a Suzi, nekem nagyon jól esett ez az élő, köszi Nikolát, hát wow, nagyon örülök neki, nekem is egyébként nagyon jól esett, remélem a Perlának is jól esett, mert szegény egy órája arra vár, hogy én összeszedjem magam is, menjünk reggelizni, és a nyakunkba vegyük a városra, nagyon türelmes és kedves, úgyhogy majd meghálálom neki, majd fagyival mit szóltok. Tiri. Szóval szép napot nektek, és akkor innen folytatjuk jövő héten. Sziasztok!